A kvon. Sportosat. Híradónk vendége Illyés Gyula, a Veresi Küzdősport Egyesület elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szia, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Hány szakosztály van ennek a Veresi Küzdősport Egyesületnek? A Veresi Küzdősport Egyesületnek hivatalosan 2 szakosztálya van, ugye az alap, és ami minden, ami erre épül, az a judo természetesen, és van egy cross-training szakosztálya, akikkel kettlebell, illetve gíri sportversenyekre járunk. Csak ennyi, vagy azért vannak más jellegű sportág felé is próbáltok nyitogatni? Szembetlen kérdezem. Mi 7 sportágban versenyzünk összesen, a judo és az említett kettlebellel együtt. Úgyhogy mi kipróbáljuk magunkat más harcművészeti ágakba is, mint sportjitsu, sumo, grappling, kempo. Na ez az, ezért is, mert ugye szombaton is versenyeztetek? Vagy mi volt a kempónál? Volt egy... Kempó Magyar Bajnokság volt Budán, 2 versenyzővel. Ti is ott jártatok, ahogy hallottam, csak ezért kérdeztem így. És mi volt? Hát judós alapokon nyertünk 2 kempó bajnokságot. Hát ez az, na ez hogy van akkor? Akkor most mindennek alapja akkor a judo? Hát én úgy hiszem, hogy tényleg igaz az a mondás, vagy az a slang, ami így körbejárja a sportágunkat, hogy a judo több, mint sport, és valóban úgy gondolom egyébként, tiszta szívvel így gondolom, hogy valóban több, mint sport, de rengeteg mindenre alkalmassá tesz minket ez a sportág. A mozgása, az esni tudás, és még sorolhatnám hosszan, hogy mi mindent fejleszt készségszinten, maga a judo mozgásanyaga, és ennél fogva mi így kitekingetünk, elolvassuk a másik sporták szabályrendszerét, oda megyünk, megmérkőzünk. Például ezt a kempó szabályrendszert mennyi idő alatt tudták megtanulni, megjegyezni a versenyzők? Megmondom őszintén, hogy a kempó szabályrendszerben mi elég sajátosan versenyzünk, mert ott megengedik ugye a lábfeszítést és a különböző technikákat, ami nálunk teljesen szabálytalanok. Illetve mint a régi judóba lehet lábra menni, lábat fogni, egy csomó mindenben ellenkezik a mostani szabályokkal. Hát én úgy küldöm szőnyegre a versenyzőket, hogy vigyázz a lábadra, mert hogy mi lábfeszítést alapból nem tanulunk, és akkor azzal szoktam a instrukció, hogy arra építünk, amit tudunk, arra építünk, amiben jók vagyunk, azt használjuk, ami az erősségünk, és eddig ez bejött. Állítólag állandóan agyalsz, állandóan találsz ki újabb és újabb ötleteket. Ez hogy jön? Otthon vagy, nem tudsz aludni, kimész a konyhába. Hogy jönnek ezek az ötletek? És majd ki fogunk térni, itt van egy-két ötlet. Csak nagyvonalban a nézők is értsék, hogy mikre gondolok itt. Összehoztad a családokat, az edzésen is, egyedülálló gyermekszülők gyakorlatokkal dolgoznak, stb. Vagy például egy izgalmas együttműködés az Egri Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatával. Csak 2 példát most kiragadtam itt. Amit úgymond te agyalsz ki végül is, mert ezt most még nem mondtad ki. Nagyjából arra jár az agyam, tehát így, hogyan lehetne jobbá tenni, hogyan lehet többet adni. Ugye a piramis csúcsa az élsport, és tényleg minden tiszteletem az élsportban dolgozó edző kollégáké, meg a versenyzőké természetesen. De egy csomó minden, tehát jár az agyam arra, hogy hogyan lehetne szélesebbé tenni, hogyan lehetne nem elveszíteni a judóval megismerkedőket, hogyan lehetne ezt a nevezük étlapnak bővíteni a kínálatot, és ezt meg is kínálni vele. A judóval megismerkedőket, vagy az egyesületünkkel megismerkedőt. Tehát, ha jól értem, akkor azon agyalsz mindig, hogy hogyan lehetne minél több emberhez eljutatni a cselgáncsot, a judót? Igen, és ha eljutatok, akkor hogyan lehet megtartani. Tehát, hogy akkor tartsuk meg. De nekem miért fontos például, hogy a Egri Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatával is megismertesd? Biztos, hogy nekik is, majd el fogod mondani, hogy nekik ez miért volt jó. Egy érdekes találkozás volt, mert hogy járt hozzám egy fiú, egy nagyon tehetséges fiú, egy nagyon híres balettos dinasztiából judózni.
párhuzamosan kicsi gyerek korában csinálta judót és balettozott. Lehetett tudni, hogy egy idő után, mikor választás elé kerül, akkor a balettot fogja választani, de addig, míg kapcsolatban voltunk, igyekeztem neki minél többet adni, minél többet nyújtani neki abból, hogy amiből később haszna lehet, amit tud profitálni a táncos pályáján. És az ő édesanyja máig látogatja az edzéseinket, ebben a pillanatban egy Zöldöv büszke tulajdonosa, rendkívül ügyes és nagyon jó szellemű anyuka, aki heti rendszerességgel ott van edzésen, beáll. És a családdal is nagyon jó volt a kapcsolat, és meghívtak bennünket, hogy menjünk el és nézzünk meg egy kortárs balett előadást. És megvallom őszintén, hogy én korábban nem voltam kortárs balett előadáson, de most megelőzte azt, hogy elmentünk, Vincének hívják ezt a fiút, elmentünk a Vincet megnézni a Diótörőben, nagyon nagy boldogság volt őt a színpadon viszont, tehát az Operaház színpadán még hozzá, tehát hogy iszonyú jó volt. És így kedvet kaptam, hogy akkor nézzük meg, korábban nem volt erre példa. És elmentünk a kortárs balettet is nézni, hogy az vajon milyen lehet. Mert ugye a Diótörő az klasszikus, és akkor megnéztük azt is, és ott úgy ültem ott a nézőtéren, hogy nagyon tetszett, ugye a színpadon jelenlévők között, ha nem is jól, de néhány művésszel legalább köszönő viszonyban voltunk, és olyan testközelből neki éreztem ezt az egészet, holott korábban erre nem volt példa, és mint egy ilyen mozgástanár ültem a színpadon, és fú, akkor eszembe jutott, hogy ide be lehetne rakni egy ilyen elemet, judost. Fú, ide be lehetne rakni egy ott, milyen jól néz neki, mikor például eltáncolnak egy konfliktust, és hogy mennyire jól néz neki. És akkor innen jött az ötlet, és akkor az ötletet kapcsolatfelvétel, sok-sok egyeztetés követte, és akkor így időről időre eszembe jutott, hogy mit lehetne még jobban, meg nagyon klassz dolog lesz, amikor judós elemeket viszont láthatunk, mondjuk egy kortárstán színpadán. Hogy áll akkor most ez a történet? Most még beszélgettek erről, nem, vagy már voltak is a tatamin? Bár voltak a tatamin, igen. Topolánszky Tamás vezetésével eljöttek hozzánk Veresegyházra, és egy remek edzést tartottunk, amikor is hát nyilván először az eséstudással ismerkedtek meg, és olyan egyszerűbb judós mozgásformákkal, amelyeket be tudnak építeni. Mik ezek? Tudná egy-két dolgot említeni? Hát például a sülyeztett vállat imitálva, betérdelve a másik lába közé, a partner, az uke csinál egy előrehengert, vagy a hullámlerántásról beszél, vagy a lábszárát forgatás egy konfliktus helyzetben, például amikor ezt táncolják, nagyon látványos tud lenni, és hadd mondjam el, hogy állati boldog voltam a közös munka alatt, mert olyan jó minőségű tanítványok voltak, ha mondhatom ezt, hogy tanítvány, annyira gyorsan robogtak át a mozgástanulás minden fázisán, tehát olyan pillanatok alatt sajátítottak el egyébként bonyolult mozgásokat, hogy ez csoda volt. Akkor jó judó versenyzők lehetnek belőlük, legalábbis gyorsan le tudnának akár egy danig is vizsgázni, gyorsan megtanulnák. Hát hamar megtanulnák az anyagot, az biztos. Jól lépkednének, jól dobnának. Nagyon ügyesek voltak. És ez hogy fog működni? Most egyszer, kétszer jöttek, megtanulták, és akkor ezt alkalmazzák is majd az előadás során? Nem, ennek lesz folytatása, tehát úgy. Alkalmazzák majd az előadás? Igen. Láttad már, vagy még nem volt még olyan előadás? Még olyan előadás nem volt, még ez a tanulás fázis a pillanatnyilag. Mikor lesz olyan előadás? Mindenképpen szólok, még nem tudom, jövőre valamikor. De gondolom ott lesz az első előadáson, nem? Szeretnék, igen. Szeretnék, de tényleg nem tudok hasonlóról. És hogy pont a Gárdonyi Géza Színházzal kiváló emberek jöttek, kiváló művészek jöttek, egy kiváló vezetővel, nagyon élveztem. És nagyon intelligens judós partnereket tudtunk adni, olyan versenyzőket, illetve az edző kollégám keresne Robi Szálldra segíteni a mozgás tanításba, és hogy nagyon-nagyon jó volt, igazán. És akkor hetente vagy havonta jönnek? Megbeszélés szerint, mert nagyon szoros az idő, a beosztások nekik is, nekünk is, tehát a próbák, a versenyek, az előadások, tehát nem könnyű időpontot találni. Ennek még lesz folytatása akkor. Lesz, abszolút lesz. És a mások is megkeresnek? Más színházból?
állok rendelkezésre. Nekem ebbe a drive az, hogy ami engem mozgat, hogy minél több helyre elvinni a judót, minél több helyen mutassuk meg, hogy milyen szép sportágat választottunk. Nekem ebbe ez a motiváció. Az egyedülálló gyermekszülők ötlet, ez honnan jött? Miért kellett? Mi ebbe a ráció? Több éve dolgozunk egy olyan projekten, ha lehet ezt projektnek nevezni, hogy úgy neveztük el, hogy családi modell. És hogy próbáltuk bevonni a szülőket, hogy ne ott kint üljön, hanem jöjjön be és mozogjon valamit. Nagyon sokféle mozgást nagyon jó minőségben meg tudunk tanítani, legyen az kondicionális edzés, vagy crossfit, vagy cross training, tehát hogy egy csomó mindent nagyon-nagyon jó minőségben meg tudunk tanítani, akkor ne üljön ott kint. Addig is mozogjon, valamit mozogjon. Csináljon. Most oké, elmegy vásárolni, vagy beszélget, tök jó társasági életet él, de akár mozoghat is, hiszen van egy óra üres járata. És ezt így sikerült így valahogy így nagyon lassan, de bevonzani a szülőket. Ez több év, amiről így be tudok számolni, hogy így bekapcsoltak egyik, másik, vagy harmadik edzésbe, és akkor csináltunk egy olyat, hogy megszólítottam egyszerre, ugye több csoporttal dolgozunk, és megszólítottam egyszerre az összes csoportban jelenlévő családokat, és szőnyegre hívtam őket. És eljöttek, és nagyon-nagyon rendkívül jó volt, mert ugye egyik csoport, másik csoport volt, aki például nem ismerte egymást, nyilván hiszen az időpont más volt, megismerkednek, barátságok szövődnek, ez a tatami, ez nagyon jó hely arra, hogy az ember életre szóló barátságokat kössön, és nagyon-nagyon sikeres volt, és lesz folytatása, rendszeresen lesz folytatása, mert hogy olyan jól vették a gyerekek, hát képzeld csak el, mikor egy alig 6 éves gyerek az ő 136 kilós édesapjával judózik. És hogy az a hatalmas ember esik neki, és boldogak, és de valahol az apa, anya és a gyerek is judózik. A legkisebb gyerek még azért nem judózik, mert még olyan pici, hogy még nem engedem. De egyébként jönne. Tehát, hogy olyan jó érzés volt ezt így levezetni, annyira jó energiák voltak a teremben, olyan kedves a szívemnek, hogy tényleg családokat szólíthatunk meg, és jönnek, és csináljuk, és akkor együtt vagyunk. Nyilván utána a normál kerékvágásba visszatér mindenki a saját maga csoportjába, és gyakorol tovább, de időről időre lesznek ezek az összevont családi edzések. Ezek szerint akkor neked ez sokkal fontosabb maga az élsportoló kinevelése? Nem. A kettő az két különböző dolog. Mondtam is, hogy én annak idején, mikor 10 éve elkezdtük a Veresi Küzdősport Egyesületben a munkát, akkor azt mondtam, hogy én ezt az irányt képviselem. Amiből vannak élsportolóim, vannak tényleg nagyon szép eredményeink, vannak különböző sportágakban, de mint egy ilyen, ez a nevezzük amatőr sportnak, vagy nevezzük a legjobb értelemben, vagy nevezzük szabadidősportnak a legjobb értelemben. De innen is ki tudnak nőni élversenyzők, és nőnek is ki. Igen, tudom, emlékszem rá, annak innen azt mondtad, hogy az a célod, hogy aztán a nagyobb klubok nyugodtan elvihessék a Én kötöttem egy nagy klubba együttműködési megállapodást. Évekkel ezelőtt, egy budapesti nagy egyesülettel, és aki kinövi a kereteket és kedvet ér az ahhoz, hogy ebbe a nagy egyesületbe folytassa az ő pályafutását. Én nem eladom a gyereket, meg nem üzletet csinálok belőle, hanem hozzá segítem ahhoz, hogy akár egy életpálya modellt futhasson be máshol. Igen. Tehát, hogy ez nem üzlet, nem lehet üzlet egy gyerek. Vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy egy gyerek az nem egy üzlettárgya. Ha a futballt kivesszük, akkor elképzelhető. Ugye, de futballban az más, de ugye most már az a nyelv van, azt szokták mondani, hogy az már régen nem sport, hanem üzlet a labdarúgás, tehát az már nem sport. Biztos sport az is, és én tisztelem, becsülöm a Igen, csak ott már a gyerekek mozgása sem úgy történik, ahogy nálad esetetben, mert az is nagyobb biznisz, mint itt egy felnőtt válogatott judóst esetleg eladni, mert nem is nagyon van példa egyébként. Tényleg ez miért van? Hogy nagy, kéz kiforrott válogatott judósok nem váltogatnak klubot. Mert mindenki ott van, ahol úgymond hát gondolom, elkezdte a munkát, és olyan nagyon nincs nagy vándorlás. A városához, barátaihoz, a környezetéhez, gondolom ezért.
más kultúra szerintem a judó, és már egy másik kultúra a labdarúgás, ahol sűrűn váltanak klubokat, várost, országot. Igen. Hát egész egyszerűen ez egy ilyen, én ebben látom a különbséget. Ha már a bizniszről beszélünk, Gyuszi, őszintén csak egy négy szem közt. Mit kapsz te vissza ebből? Hogy például már az ezredik veresegyházi érmet is megnyertétek. Nem tudom, egy sportágban éppen, de már az ezrediken is túl vagytok. Tehát, hogy rengeteg energiát belősz, és ugye ezek mind, ahogy mondtad, ezek hobbisták tulajdonképpen. Neked ebbe mi a történet? Mi a jó neked ebbe a érzelmeken túl? Hobbisták, azért picit túlmennék a hobbisták. Az ezredik veresi érmet Szabó Dávid nevű tanítványom nyerte meg egy, nem egy nagy versenyen, de ővé lett az ezredik. Így tudod fejbe, és hogy ő a Mr. 1000. Tehát, hogy volt Mr. 600, 700 és így tovább, de ő a Mr. 1000. És hogy a karácsony ünnepségünkön egy nagyon szép díjnak a várományosa éppen ezért. A hobbistákból kinőtt azért idén két világbajnoki bronzérem kempó sportban, 15 Európa bajnoki arany a kettlebellben, és sorolhatnám, különböző sportágakban 12 bajnoki aranyat nyertünk. A profikük nem ebből élnek. Nem, tehát valóban így nem. Így értve az amatőr, tehát ezt így kell értelmezni. Amatőr az, aki saját zsebéből, saját költségéből űz adott sportágot. Profi az, aki ezért pénzt kap, hogy ő azt csinálja. Most hogy mit kapok én ebből vissza, tehát hogy rengeteg szeretetet. Ez nagyon-nagyon fontos. De fontos. Tehát a termet miből tudod fenntartani? Tagdíjakból, meg 1%-ból. Tehát, hogy nagy matek minden hónap, tehát nem dúskálunk, de most azt, hogy neki álljak panaszkodni, inkább azon törpösködök mindig, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy meglegyünk és előre menjünk. Mert az összes nehézségünk ellenére mindig előre megyünk. És ez így, én így szeretném továbbra is. Tehát, hogy oké, nem tudunk egyszerre cserélni 100 négyzetmétert tatamit, akkor cserélünk apránként. Mit szeretne egyébként? Mi lenne most a legfontosabb? Fejlesztés? Igen. Tatami. Most lett egy kisebb mennyiségű, tök jó minőségű tatami, de hogy akkor az egészet mondjuk újra cserélni. Ez nagy dolog lenne, tehát hogy az tényleg. De mindig fejleszgetünk, és nincs okunk panaszra, mert nagyon szép termünk van, nagyon-nagyon jól felszerelt termünk van, tehát hogy annyi eszköz, meg annyi mindenünk van, amit így az évek alatt fölhalmoztunk, hogy szerintem többen boldogan fogadnák. De beszéljünk már arról is, hogy ez nem csak egy edzőterem. Ha jól tudom, ott könyvtár is van. Van. Úgyhogy avassál már be bennünket azért, mert az ember ugye csak egy csarnokot képzel el, tatamit, padokat, meg mit tudom én, bordás falakat, de ez más egy kicsit. Ebben sokkal több van. Én is úgy gondolom, hogy több, mint egy edzőterem, lényegesen több. A könyvtárunk az ötlet onnan van, hogy nagyon szeretek olvasni, és hogyha tehetném, akkor jóval többet olvasnék, ha egy kicsivel több időm lenne. De ritkán telik el úgy nap, hogy legalább egy pár oldalt ne olvastam volna. És hogy ennek, ez volt a mozgató rugó, hogy csinálunk egy könyvtárat. És közel 1500 könyvünk van a teremben. Nagyon imádom, mert földújják a gyerekek a polcot, és kutatnak, kötelezők. Nem, csak hát mondjuk lejön a szőnyegről, keres egy kötelező könyvet, vagy keres valami, akár szép irodalmat, vagy akár valami vicceset. És a kérdés után ott találj meg azt a könyvet, ami másnapra esetleg kell neki, és legalábbis ott tanul? Van, mert a terem, amikor én ott vagyok, akkor nyilván egy díjmentes napköziként üzemel, tehát hogy ne az utcán lógjanak. Mindenki számára nyitott, aki odajár a könyvtár, természetesen ingyenes. Akkor kell fizetni, amikor visszahozza a könyvet, mert speciális szabályokkal el kell mesélni, mit olvasott. Ezt megteszi, akkor rendezte a könyvárát. Úgyhogy, de nagyon tényleg keresgélnek, olvasgatnak, és igyekszem ebbe a mai felgyorsult elektronikus világba is azt közvetíteni, hogy olvasni jó. És a fiam fogalmaznak, van 9 éves, nagyon szép fiam, imádom. Sikerült neki ezt így
eladni a gondolatot, hogy a könyvek a mi barátaink. És ezt ő 9 évesen képviseli, lapozgatja, forgatja, olvasgatja. Biztos vagyok benne, hogy egy olvasni szerető, egy könyveket szerető felnőtt válik majd belőle. Van elegendő könyved, vagy lenne még hely? Mindig gyűjtögetek, tehát mindig a nálunk levő könyveknek a jelentős része a használt könyv. Piacról, antikváriumból, innen-onnan szülők hoztak be nagy számmal, de nem olyan régen megállított az utcán egy bácsi, hogy azt hallotta, hogy nem ismertem őt, hogy én vagyok a judo edző Veresen? Nem, igen, én vagyok. Mert hogy ő hallotta a könyvtárat. És tényleg? Tényleg. Na, tessék följönni, nézze meg. És följött, megnézte, húha, és kaptunk tőle nem is tudom hány doboz könyvet ajándékba. Tehát ilyen is van. Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen judóról kellene beszélni, ugye judóedző, vagy úgy ismernek téged is ugye Veresen, de hát ez érthető is, hiszen jó pár évtizedet lehúztál akár a Honvédban is, mint judós, és teljesen másról beszélünk mégis, nem a tatami küzdelmeiről. Ez mással is így van, más egykori sporttársaddal is, vagy úgy kilógsz egy kicsit a sorból? Kilógok egy kicsit a sorból, de nem bánom. Tehát, hogy sok mindennel foglalkozom, olyan dolgok, mint például a könyvtár, vagy mit, tanulóköröket hozunk létre az átmenetileg gyengébben teljesítők fölzárkóztatására. Igen, foglalkozom ellenőrzéssel, igen, foglalkozom, hogy a karácsonyi fánkat saját magunk készített a díszekkel díszítsünk majd föl. Igen, foglalkozok egy csomó mindennel, amivel én fontosnak tartom, hogy ez így legyen, hogy más, hogy építi a saját klubját, ahhoz nekem nincs közöm, és nem, az másképp jó, nem fogok miért is szólnék rá bárkire is, milyen alapon. Egész egyszerűen úgy gondolom, hogy ez így jó. Van egy ilyen mondásunk, hogy testben, fejben, rendben. Tehát, és hogy nem csak testben, hanem fejben is rendben vannak a hozzánk járó gyerekek. A szakmámnál fogva igyekszem olyan klímát teremteni, amit a hétköznapokban is jól tudjanak használni. Én az, hogy más tényleg, hogy foglalkozik, hogy csinálja, az az ő dolga. Én ezt így szeretném. Baromi sok szeretet van benne, iszonyú sok munka, meg odafigyelés, mert azért ezeket össze kell tudni hozni. De jut idő innoválni, mert azért a Nevaza az a fesztivál, az csak ott van. Azért egy csomó mindent csinálunk ezen kívül is. Próbálsz most már egyre több eseményt odavinni? A Nevaza fesztivál évről évre Százhalombattán van. De most ebből kiindul a Veresen, próbálsz-e odavinni eseményeket? Veresen, most kaptam a hírt az elmúlt héten, hogy lesz Veresegyháznak, városnak sportcsarnoka, és hogyha megvalósul ez az álom, tehát minden veresi sportoló, illetve sportvezető álma, akkor nyilván Veresen is fogok rendezni versenyeket, akár más sportágakban is, mert megkeresés van. Gyakorlaton meglehetősen nagy van abban, hogy hogyan kell megszervezni. Hát most minek vinni ide máshova, nem? Hogyha Veresi hát, vagy, ha... akkor egyértelmű, akkor Veresen kell majd, ő lesz. És most lesz erre. Egy sportcsarnokunk, ha minden igaz a közeljövőben. Sajnos időnk lejárt, Üszi. Elégedett vagy, ugye? Én nagyon szeretem a munkámat, szerencsés ember vagyok. Tényleg szeretem csinálni, amit csinálok. Tényleg nagyon szeretem a hozzám járó gyerekeket. Nagyon bensőséges. Azt csinálod, amihez kedved van, ugye? És amit szeretek, igen. Tehát nincs benned hiányérzet, hogy máshol is mást csinálnál esetleg. Ez így jó van. Ez így szerintem nagyon jó van. És akkor maradjon mindig így? Legyen jobb. De ugyanitt, ugyanebben, csak még jobb. De, van, de ennyi. Legyen mindig jobb. Kitartás. Köszönöm azért szépen. Az kell hozzá. Bármennyire is szép dolog, azért fárasztó és kemény is. De ez egy jó fáradtság. A feleségem fogalmazta meg úgy, hogy ez egy nagyon jó fáradtság. És tényleg, hogyha van még egy percem, akkor a hátteret a feleségem biztosítja csodálatos módon. És van egy nagyszerű kollégám, Kersner Robertnek hívják, egy fiatal, nagyon tehetséges edző. Nagyon sokat levesznek a vállamról, és köszönet érte nekik is természetesen. Van nekik is kitartás. Köszönöm szépen, itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. További sportosat.
A Dino Sport híradó autós partnere, a Prémium Autóház.